Aranyérem a Karate Premier League okinavai versenyén. A 67 kg-os súlycsoportban versenyző Tadiszi Marcia tavaly megnyerte az összetett sorozatot, az idei Európa-bajnokságon harmadik lett, sportága pedig bekerült a 2020-as olimpia programjába. Hát örömhírek háttere az UTE harcosával, ő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Kezdjük ezt a Karate 1 Premier League aranyat, ezt az okinavai versenyt. Mi az értéke a sorozatban ennek a japán sikernek? Hát ugye a Premier League sorozata az egy évben 10 versenyből, idén 11-ből áll össze. Ez egy igazából egy világkupa sorozata az atlétáknál, például a Diamond League-hez, vagy a Forma 1-nél például ugye különböző állomásai vannak a sorozatnak, és hát minden sorozat ugye a világ minden táján megtalálható. Jó csengő nevet választott ez a sorozat, maradjunk annyiban. Igen, abszolút, igen. De végül is hétről hétre, hónapról hónapra ugye a legjobb karatésok utaznak a különböző helyszínekre. Okinawa ilyen szempontból azért a kevésbé frekventált úti célok közé tartozik, de például az egy héttel ezelőtti hamburgi Premier League-en... Ugye ott bronzérmes lettél. Igen, ott bronzérmet sikerült nyerni, ott például a 67 kg-ból 131-es mezőn gyűlt össze, és hát összességében is 1300-1400 verseny indult azon a versenyen. Uh-huh. Na most még azért Okinawára vissza, ott 4 győzelem mellettél első, ezúttal milyen riválisok ellen, tehát mennyire volt sűrű és erős a mezőny? Két országból kaptam riválisokat, az egyik az ugye a hazai rendezésű Japánból, itt két japán srácot sikerült legyőznöm, illetve két szaúd-arábiai fiúval sikerült mérkőznöm. Az egyenes, döntőben is szaúdi ellenfeled volt. Így van, mondjuk az egyenes ágon a szaúdi fiú azt valamilyen szempontból fontosabbnak tekintettem azt a mérkőzést, hiszen ő lesz az, aki a 3 hét múlva kezdődő világbajnokságon képviseli majd a szaúdi színeket, úgyhogy örültem, hogy úgymond tét nélküli helyzetben még a VB előtt tudtam vele is küzdeni. Mondhatni akkor, hogy ez egy világbajnoki főpróba is volt, igaz? Így van, igen, abszolút. Ez az elmúlt két versenyen, ezt úgy tekintettük, hogy a világbajnokságra az utolsó két felkészülési verseny. Ilyen tekintetben azért a Hamburg az fontosabb volt, hiszen ott nagyjából tényleg világbajnoksággal felérő mezőny volt. Jelen. Akkor a hamburgi eredményed vetítheti előre, hogy milyen reményekkel, esélyekkel és célokkal érkezhetsz majd a világbajnokságra, Linzbe? Igen, hát a cél és motiváció az megvan, illetve a belefektetett munka is most már lassan vége. Úgyhogy azt mondhatom, hogy szeretnénk éremnapon küzdeni, viszont hát ugye még van 3 hét, úgyhogy még ezen a formán is azért kell húzni, hiszen azért mindenki oda időpont összpontosítja a csúcsformát, úgyhogy ez nekünk is ugyanez a feladatunk. Ez a 3 hét, ez már verseny nélkül felkészüléssel telik? Így van, inkább edzőtáborozással és edzésekkel. A héten edzőtáboroztunk már a válogatottal, amit a jövő héten folytatunk, és az utolsó egy hétben pedig Szarvason fog edzőtáborozni a válogatott. Ott tényleg minden körülmény adott, kicsit elszigeteltem vagyunk a külvilágtól, és hát nincs más dolgunk, mint a közelgő világbajnokságra összpontosítani. Na most egy pillanatra még azért ugorjunk vissza a Premier League összetettre, sorozatra. Tavaly megnyerted az egész 10 állomásos sorozatot. Mi a helyzet idén? Most sem múlott sokan. Összesítésben a harmadik helyen végeztem, viszont mindössze 140 ponttal lemaradva. Hát ugye azt kell tudni, hogy ez a 140 pont, ez maximum egy versenyen való részvétel, és esetleg egy-két győztes mérkőzés. Viszont ugye a Premier League sorozatnak a győztese az csak az lehet, aki a 11 versenyből 6-on részt vesz, úgyhogy ilyen szempontból pedig a második helyen végeztem, az első mögött. Előttem egy brazil srác, illetve egy jordán fiú végzett az összesítésben. Anyagiakon múlik az esetben, hogy hány állomásra tudsz elmenni? Hála Istennek nem, hiszen a Magyar Karate Szakszövetség, illetve az Újpesti Torna Egylet is maximálisan támogatja ezeket az utazásaimat. Nyilván vannak azért olyan helyszínek, mint Brazília, illetve most ebből a szempontból Okinawa, de tényleg azt lehet mondani, hogy maximálisan támogatják az utazásomat, és lehetővé teszik azt, hogy tényleg a világ elitben tudjak versenyezni. Akármennyire féltik a srác,
hadászukat azért jó messzire is elengedik, hogyha igen, arról van, hogy fizetik az utat. 2016 eddig, a világbajnokság előtt mennyire jó éved ezzel a Premier League bronzzal, Európa-bajnoki bronzzal, ugye világkupa szereplésekkel, összegészében most így a legfontosabb, a VB lesz a legfontosabb, nem? Így van. A legfontosabb állomás előtt hanyast adhatunk eddig az évben? Mindenképpen pozitívan állok az egészhez, hiszen ebben az évben ugye három Premier League-en is sikerült érmet nyernem, még ezeken kívül még márciusban sikerült dobogóra állnom, és ugye az Európa-bajnokság sem sikerült rosszul ugye azzal a bronzéremmel. Azt lehet mondani, hogy életem legkeményebb felkészülésén vagyok túl most ebben az elmúlt fél évben, amit végigcsináltunk ugye az Újpesti Torna Egylet edzőjével, Hekker Balázsa, illetve Kovács Mátéval erőléti edzőmmel. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy bizakodva várhatjuk a világbajnokságot, de ugye egy világverseny az mindig más, mint egy Premier League világkupa sorozat, vagy egy Európa-bajnokság, hiszen azért sokkal többen leszünk jelen, úgyhogy remélem, hogy a három hét múlva is majd boldogan beszélhetünk majd itt. Hát jó lenne, most azt mondnak, hogy ha már a kemény felkészülésről beszélsz, az eddigi legkeményebb felkészülésről, és ez párosult is több ízben dobogós helyezésekkel. Min múlik az, mi az a fejlődés, vagy mi az eleme a fejlődésnek, amit úgy érzed, hogy sikerült elérni, azok az apróságok, nüanszok, ami azt biztosíthatja, hogy az ember úgy nagyjából úgy menjen neki a legfontosabb versenyeknek is, hogy úgy érzi, hogy nagyjából garantált a dobogó, tehát benne van szinte minden napon a dobogó ilyen versenyen az emberben. Hát ez nehéz, mert garancia ugye a mi sportákunkban azért sosincs, ugye nincsenek kiemeltek a versenyeken, összekerülhetünk első körbe ugye aktuális EB világbajnokokkal, világbajnoki, Európa-bajnoki dobogósokkal, De azt érzem, hogy fizikálisan nagyon sokat sikerült fejlődni, illetve a taktikailag is most már azt mondhatom, hogy kezdek rendbe lenni. Nyilván vannak mindig hiányosságok, amin igyekszünk javítani az edzések során, de most az elmúlt két verseny az azt mutatja, hogy tényleg sikerült azokat a célkitűzéseket elérni, amikkel még számoltunk a felkészülés elején. Na jó, egyezünk meg abba, hogy a VB-n érmeszerzés, akkor utána folytatjuk a beszélgetést, de arról még egy pár szót, hogy ugye a NOB augusztusban döntött, és akkor a te bekerült a 2020-as olimpiai programba. Ez amúgy is, ahogy elmesélted, nem sanyarú a helyzetetek már szerencsére, de mekkora lökést fog még adni a sportágnak itthon szerinted? Abszolút nagyot, ugye ez a magyar válogatott sportolóira, illetve a világ összes karatésa nevében beszéltek, hogy ez tényleg egy új életcél, egy új motivációt jelent mindenki számára, hogy ugye a 20-as olimpián részt vegyen. Most neked el kell kezdeni 4 éves ciklusba gondolkodni, igaz? Így van, igen. És elvileg most még sokat nem tudunk erről az egészről, de az biztos, hogy ugye most a jelenlegi 5 női, illetve férfi súlycsoportot 3-ra redukálják majd, szóval az 5 súlycsoportból 3-3-at fognak csinálni, és csak az fog kimenni a világ, vagy az olimpiára, úgyhogy valószínű, hogy nagyon össze fog sűrűsödni a mezőny. És bocsáss meg, esetben ez mit fog jelenteni? Hízást vagy fogyást? Nem tudjuk még. Ugye most valószínűleg a Linzi világbajnokságon lesz a Nemzetközi Szövetségnek a közgyűlése, és valószínűleg ott fogják lefektetni ezeket az alapokat, hogy a súlycsoportok tekintetében, a kvalifikáció tekintetében. Úgyhogy egyelőre még egy nagyon alap koncepció van, hogy hogyan lesz a 2020-as olimpia karatén, de nagyon részleteket még sajnos nem tudunk. Ne is rohanjunk előre, tessék megnyerni ezt a világbajnokságot előtte. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Én is köszönöm.